székével és a cserbekével. Én láttam egy telefonomban a Mikulás és a Mikulásnak a barátait. Azok is pirosban voltak öltözve. Azért a kis sarkon. Ott vannak a manó is, van felesége. Azért a kis sarkon. Tiszta hó. Az északi sarkon hideg van ott, az északi sarkon. A manókkal, a égbe, a manókkal, az égben eltetői. Piros volt és egy fekete öve. Itt egy sapka, fehéri bolygó sapka, és itt egy aranykocka. A Mikulásnak van egy szép szakálla, és egy szép sapkája. Szoknyában van a Mikulás? Nem, lány. Van csizmája, még van sapka. Piros. Meleg ruhája, mert az északi sarkon nagyon hideg. Van neki fehér sakája, és van neki kövenye. Pakol az ajándékokat. Pakolja az ajándékokat. Somagolja az ajándékokat, készíti a játékokat, megtömi a buttonyát. Nem, van egy olyan gépje, ami készíti a játékokat. Hogy így sokat csinál, mert a manó így csinálják a játékokat, és ők is. És rakják be Mikulás puttonyába az ajándékokat. De van nekük egy ilyen érdekes fejszéjük, és azzal így a Mikulás így rásulítját a falra, és olyan játék lesz. Segítenek a manók, mert van egy képe. Igen, az oviba. Tavaly, télen az oviba is volt. Kopogott az ajtón. Nem tudom, hogy hozta a Mikulás a ajándékot, és úgy kifuttunk a kertbe, hogy futtunk én ezt a pótam, hogy. És mindig, mikor jön a Mikulás, akkor én aluszok. Babát. Egy asztal, meg egy széket, és egy unikorn is. Egy játékot. Egy házat. És már volt a szülnapom is, kaptam egy traktort. Pont szekeres. És van egy kisebb, az is szekeres. És egy kocsit kértem a Mikulástól. Csó, babá. Hát, ajándékot és a pocsihoz csúszít, és ajándékot és egy szavas is, ezt